Mitől jó egy podcast? Hogy szerethető és őszinte. Attól jó, hogy, 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 az ott van veled a füledben. Amikor felkapcsolunk egy rádiót, akkor az sokkal távolabbá tőlünk, de még mindig szerethető, mint egy podcast. Podcast az előveszed a telefonodat, rákeresel, vagy feldobja neked nyilván, hogy mit akarsz hallgatni, és többségében az emberek ugye ezt bedugott füllel csinálják. Ez egy olyan szintű bevonódás, egy olyan szintű intimitás, mert akkor az a podcast, hiába mondjuk egyszerre több ezeren hallgatják, vagy több százan teljesen mindegy, akkor éppen neked hozzád szól. szól. Neked szól. Hiszen ott van hozzád a legközelebb. El tudunk-e képzelni bármilyen olyan életszituációt, amikor valami legalább ilyen közel van hozzánk. A személyes beszélgetést. A személyes beszélgetés. De még az sem egy ilyen fülbebújós történet. A fülbebújós történet, az otthon az emberek, ugye uh -huh. egy fal között csinálják többségében. Tehát, hogy nagyon intim. És pont ez a fajta törékenysége van meg neki, azt gondolom. És teljesen mindegy, hogy az egy, az egy nagy beszélgetés, egy ilyen jellegű beszélgetés, amilyet mit csinálunk itt, vagy, vagy egy szórakoztató tartalom, az akkor éppen ugye hozzád szól, és, és, egy nagyon bizalmi kérdés. Tehát ezért jó. Ez a tartalmi része, technikai tippjeid hozzá? Szokták azt mondani más, 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 keretek között, hogy, hogy minden írás olvasással kezdődik. Uh -huh. A podcast készítés és minden, minden beszéd, minden tartalom készítés, tartalomfogyasztással kezdődik. Um, van ez, a, van ez a csúnya mondás, azt gondolom, hogy, hogy találd meg a saját hangod. Nem kell, mert megvan a saját hangunk. Azt ha, hiszem, beszélek egy picit többet a, a technikáról is, igen. Tehát, hogy nem kell azt mondani, hogy csoda szép estét Magyarország, Jan Tamás vagyok innen a DX Media stúdiójából, és sok-sok izgalommal beszélgetünk, és most rosszul is mondtam, hiszen ez nekem annyira nem karakterem képes vagyok rá, mert... <laughs> <laughs> hát uh, te lehet, igen, de valahol érezzünk benne egy kicsi glitchet, egy pici csúszkálást, hogy az olyannyira nem. Holott meg vannak közben olyan jó többségén uh, többségön kereskedelmi rádiós műsorvezetők, akik ezt így őszintén csinálják, és hallod rajta, hogy, hogy fickándozik boldog a hangja, <laughs> hogy, hogy, ott van és, és, és parádézik a mikrofonba. Tehát, hogy ugyanígy a hitelesség kérdése. Technikai oldalról uh, azt gondolom a podcast készítésnél, hogy ez egy easy to learn, hard to master. Tehát nagyon könnyű megtanulni és elkezdeni, viszont viszonylag nehéz azért, azért mesteri szintre, jól hangzó szintre uh, felhúzni a dolgot. Nagyon sok uh, cégnek, a Ródnak, a Zoomnak uh, vannak, vannak ilyen podcaster borgyai, technológiát, ilyen 150 forint ezer már lehet venni egész jó cuccokat. Én mégis azt gondolom, hogy első körben az ember egyszerűen csak üljön le, ez kicsit technikai, kicsit, kicsit, kicsit szellemi dolog, és gondolja át, hogy miről akar egyáltalán uh -huh. tartalmat készíteni. Gondolja át, hogy, hogy kivel akar beszélgetni, mit akar mondani. Mi a célja annak az van, eltése. mi a célja, hol fogja ezeket disztribútálni. Tehát, hogy a, hogyha mondjuk azt vesszük, és ezt a hallgatóimnak szoktam mondani, hogy öt egység, egy sikeres podcast epizód, akkor abból három egység csak addig, ameddig publikálod. Uh -huh. Felkészülsz, megcsinálod, megvágod, minden ilyesmi, és maradt még két egységünk. Egyszerűen az a fajta disztribúció, hogy uh -huh. te ezt hol fogod megosztani, kinek fogod elküldeni. Fogod és te lesz vele a Facebookot, egy csomó csoportot, ja. nem, uh -huh. ki fognak tiltani, nem fog uh -huh. működni. Ez szerintem ugyanaz, mint amit én a videózásnál mondok el mindig, hogy nekem az első száz, nagyjából száz videó most telefonnal készült. És utólag visszanézem, most öt évvel később már tök gagyi, és fogom a fejem, hogy úristen, ezt miért csináltam meg, de utólag visszagondolom, pontosan azért csináltam, hogy átlépjem azokat a gátlásokat és küszöböket, ami miatt sokan nem kezdik el, és belebonyolódnak a technikai dolgba a helyet, hogy a igen, tartalomra figyelnének. És ez ugyanez a podcastnél is, hogyha most leülünk ide két telefonnal, és igazából tényleg ilyen szinte telefonos headset minőségbe, igazából felveszünk egy adást... Igazából kezdetnek majdnem, hogy, majdnem, hogy nyilván érzékenyebbek a hallgatók, mert, mert sokkal inkább ki van hegyezve a fülük ugye a hangminőségre, de szerintem még az is jobban elnézhető, ha jó a tartalom. Meg egyébként ez a terület is azért nagyon jól jó válódik. Mondjuk egy, egy koronavírus környékén ezek a headsetes megoldások elműködtek, rendben voltak, most már azért, azért fájóak. Igen. De, de 10-20 ezer forint lehet venni egy jó headsetet, és akkor egész szépen Abszolút. szólsz. Vagy, vagy egy egyszerű mikrofont, hogy otthon leülsz a gép elé, USB-s bedugod, működik csokolom, uh -huh. és felveszed vele, Abszolút. és gyönyörű szépen tudsz szólni. Utána bármennyire is viccesen hangzik, vagy most már remélhetőleg 21 században nem, YouTube-tutoriálokban meg lehet uh -huh. tanulni szépen. Abszolút. Vágni. Vagy, vagy a, a masteringnek az alapjait, mm. hogy az korrekten szóljon, szépen szóljon. De a technológiához hoz még, még annyit, hogy olvassunk utána. Mm -hmm. Nagyon egyszerű különbség, van egy úgynevezett dinamikus, meg egy kondenzátoros mm. mikrofon. Mindegyik más tud. Nézd meg a szobádat, hol akarod azt csinálni. Vagy hogyha akarsz menni el nem tudom, az erdő közepén, és ott monológokat mondani, ahhoz mm. megint csak másfajta mm. eszköz kell. És ezeket már az ilyen százer forint alatt például ki lehet hozni, de mondom, a koncepció az hogy, az hogy, ez ne csak az legyen. Egyetlen dolog az elnám, akkor is ebből szerintem mindenki érteni fogja, az a régi uh, Dude Let's Start a Band, az ma a Dude Let's Start a Podcast. Tehát amit régen a srácok összeálltak, e. hogy ú, srácok, a egy fiú csapat. igen, egy ilyen <laughs> fiú csapat. <De, gül> gitározás, 10-20 ezer forintokért vettél egy gitárt, hogy csináljunk egy bandát, most az az, hogy indítsunk egy podcastet. A koronavírus alatt kb. 800 ezer új podcast csatorna mm. indult el. Nagy része behalt, de hát Működött.